A Nemzeti Ünnep alkalmával nyílt a Szekszárdi Művészetek Házában az a kiállítás, mely a Szent Korona vármegyei címet viseli, és amely csokorba szedi a vármegyék meghatározó városainak ikonikus épületeit. A képek Kovács Anton kárpátaljai festőmunkáját dicsérik, aki olyan hangulatú alkotásokat keltett életre, melyek tükrözik viszonyát is az adott várossal. Grezsa István kormánybiztos arról szólt, a képek a kultúrák keveredését is jelképezik. A kultúrák keveredését inkább úgy gondolják a világban, hogy beolvadjon az egyik kultúra a másikba kizárólagosság útján. Azonban a kárpátaljai festészet és benne Kovács Anton kifejezetten az egymást gazdagító értelemben keveredő kultúrájú ecsettel dolgozott. Porlat sok minden érték, de a kultúra az mindig gyarapít, erősítés belülről megújít, és nekünk magyaroknak oly sok tapasztalatunk van, erről gondoljunk csak a Trianon utáni újraépítésről, talpraállásról, az a Klebelsberg-féle kultúrpolitikának volt javarészt köszönhető, vagy gondoljunk arra, hogy a török időket a református prédikátorok megújítása vészeltette át a országunkkal, és egyúttal a magyar nyelv védelmét is jelentette, és számtalan példát lehet felhozni erre a tatár dúlás utáni országépítés negyedik Bélának, az Árpádházi Szentek, és folytathatnánk a sort, és meggyőződésem, hogy a 21. században is úgy lehet túllépni Trianon árnyékán, és ezt a feldolgozhatatlan igazságot úgy lehet meghaladni, hogyha a magyar kultúrára alapítunk, és így töltjük be újra azt a történelmi küldetést, amelyet 1000 év óta Szent István népeként egyfajta kovász szerepet gyakorolva a 21. században is be kell töltenünk. Ennek a kiállításnak az a nagy értéke, hogy bemutatja az egykori nagyságát a magyar királyságnak, amely közel sem arról szól, hogy valamiféle hagymázas nemzeti öntudatra építve itt mindent vissza gondolatokat fogalmazzunk meg, hanem inkább a merjünk kicsik lenni pusztító gondolatsorral szemben, a merjünk újra nagyok lenni érzését sugallja, hiszen emögött a képek mögött, nagyméretű Kovács Anton képek mögött felsejlik annak a teljesítménynek a nagysága, amelyre méltán lehetünk büszkék, és amelyre lehet alapozni, mint egy kősziklára épült építményre ebben a új évszázadban is a sok leselkedő veszély közepette. A hazáért úgy is tud az ember tenni, hogy egyszerűen elvégzi a munkáját. Tehát ahogy egy háborúban is vannak neves és névtelen hősök, akiket egyformán várt haza a családjuk, és nem térhettek haza, így a nemzetépítésben is azoknak a derékhad tagjainak a munkája nélkülözhetetlen, akik egészen egyszerűen ébren tartják a nemzet önazonosságot, ápolják a magyar nyelvet és a kultúrát, és egész egyszerűen annak ellenére, hogy ez a mai világ mit sugall számukra, megőrzik azt, amit a szüleiktől, nagyszüleiktől örökségként kaptak. Peledi Balázs művészettörténész, a kiállítás kurátora azt vallja, ezek a képek nem csak méretük folytán kiemelkedőek, de művészi hatásukban is figyelemre méltóak. Nagyon látható, hogy itt nem naturalista képekről van szó, hogy a látványt egy az egybe akarná visszaadni. Néhány ugye el is tolja, montírozza kicsit a látványt, fölbontja a teret. A lényeg, hogy az ő festői tehetsége arra alkalmas, hogy ezeknek a városoknak, helyszíneknek megragadja a lényegét, és ugyan nagyon fontos, hogy ő tradíciókat követ, nem csak a magyar festészeti hagyományok, hanem a kárpátaljai festői hagyományokat is. Ez a természetbe ágyazottság, ez a természet illat még a képeken is keresztül jön. Tehát van egyfajta impressionisztikus megközelítése, mindenképpen nagyon komolyra kell értékelnünk ennek a művészeti értékteljesítményét is, és Anton Kovács, Kovács Anton barátunk egy olyan festő, aki nagyon sokfelé rendelkezik képességekkel, és ami még lényeges ezeken a képeken, hogy a művészeti értéket az is befolyásolja, hogy milyen napszakot, milyen évszakot választ, milyen hangulatot akar árasztani ez a kép, egy üdébb, vagy egy szorongató, vagy egy szomorúbb hangulatot. Ezekben is ő nagyon megmutatja a festői képességet.
És éppen beszéltem kárpátaljai barátunkkal, hogy a besztercebányai, nem a kárpát-ukrajnai városok megközelítésében ott érezni ezt a fajta, a betonokat, a járdákat, és ennek van egyfajta olyan atmoszférikus megközelítése, ami bizony sugároz egy világnézetet is, vagy ahhoz a településhez való viszonyát a művésznek. És ez nagyon lényeges, hogy ezek nem rutinképek, ami szinte, hanem az ő személyisége. Antonnak egyébként egy ilyen derűs, és hát vitális az életfelfogása, amennyire én őt személyesen is ismerem, volt, kinyithattam más képeiből is kiállítás, ez nagyon lényeges, de az érzelmi telítettség és ennek a pozitív-negatív kilengései igenis emelik ezeknek a képeknek a művészeti értékét. A kiállítás október 2-ig tekinthető meg a Szekszárdi Művészetek Házában.